Sziasztok, mindenkit üdvözlök, folytatom a retro videókártya sorozatomat. Ugye előzőleg egy Radeon HD 6870-et teszteltem le, a videót megtaláljátok a leírásban. Most viszont egy Nvidia GeForce 250 GTS került hozzám a GameWard alatt. Külcsínyre nagyon menő ez a kis kártya, ugye egy ventilátorral van ellátva, ez is annak idején ugye egy 50-es kártya volt, akkor még nem GTX 550, 650, 750 stb. Volt, hanem még GTS 250. Érdekesség ennek a videókártyának, hogy az azt megelőző 8800 és 9800 GT-t nagyban lehagyta teljesítményben, tehát rákövetkezőleg egy 50-es videókártya már komolyabb teljesítménnyel bírt, mint előző generációban a 9800 GT. Ugye ennek az érának érjük most a 10-es változatát, tehát a GTX 1050, 1060, 1080 az ebből kerekedett ki. Ugye ez még a 250-es volt, így a laikusok is érthetik, hogy nagyjából hova kell bepozícionálni ezt a videókártyát. Azonban mondtam, hogy a 9800 GT utáni éra volt, tehát ez azt jelenti, hogy 100-as sorozat nem volt, hogy 300-as sorozat sem volt, és 800-as sorozat sem volt, tehát a GTX 770, 780-at már a GTX 970, 980 követte. Így azért időben nem kell olyan nagy távlatokra gondolni, hogy nem volt meg a 100-tól az 1000-ig, ugye értjük a generációk végig. Ami meglepő, hogy egy koros videókártyáról van szó, azonban mégis meglepően jó játék teljesítménnyel bír. Battlefield egy ilyen médium grafikán elfutott rajta Full HD-ban, a GTA 5 szintén ilyen médium beállítások mellett. Ugye fontos megjegyezni, hogy ez a kártya még nem kifejezetten Full HD felbontáshoz készült, ugyanis nem volt akkor még új divatban sem a felbontás, sem az, hogy a videókártyáknak evidens volt az, hogy bírják azt a felbontást. Viszont a legmeglepőbb volt a Dirt 3 számomra, ahol már high beállítások mellett is nagyon jól élvezhetően lehetett futtatni a játékot, tehát lefuttattam a benchmark tesztet, a következő eredményt kaptam. Egyébként játék folyamán nem mindig pont úgy alakultak az FPS értékek. Zömében a 60 FPS megvolt, mondom, high grafikán. Igaz, a Dirt 3 nem egy mai játék, de mégis egy 50-es kártya lévén nagyon jó futtatta a játékot. A beállítási opciókat itt láthatjátok, tehát Full HD felbontás, minden beállítás high. Egyébként a játékban úgy vegyül el a beállítás, hogy néhány dolgot még át lehet állítani Very High-nak. Látványban egyébként nekem kifejezetten nem tűnt fel, hogy nem teljesen kimaxolva van a játék, még high grafikán is nagyon élvezhető grafikát kaptam. Nyilván a videókártyát újonnan már nem lehet beszerezni, a használt piacon reális értéke olyan 7-8 ezer forint körül van, tehát azt mondom, hogyha egy 10-esért látjuk, akkor már túlárazottnak számít. Azért fontos azt érzékelni, hogy mindenféleképpen a GTX 550, GTX 650 alatt helyezkedik el, és ha megnézzük a használt piaci árakat, akkor azt látjuk, hogy ilyen 15-12 ezer forint körül már GTX 650-eket lehet kapni, és alatta még el kell férni ilyen 10-12 ezerért a GTX 550-nek és a GTS 450-nek is. Tehát az, hogy régebbi és újabb játékokat is aránylag jó minőségben és jó sebességgel lehet futtatni, mindenféleképpen arra enged következtetni, hogy nagyon szépen öregedett meg az a videókártya. Tehát azt a pár ezer forintot úgymond, ami a reális értéke, ha tényleg belépő szintű kártyát keresünk, mindenféleképpen megéri rá kiadni. Ami veszélye lehet viszont ugyan, hogy ez még nem támogatja a DirectX 11-et, szóval DirectX 11-es játékoknál gondba lehetünk. Azonban, ha ilyen veszély nem áll fönt, akkor bátran merem ajánlani, keressétek a használt piacon. Ha tényleg nem akartok, mit tudom én, 20-30 ezeret áldozni egy új videókártyára, ami teljesítményben nem feltétlenül hoz annyival többet, mint amennyivel drágább. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! A Shadow Warrior YouTube csatorna támogatásra szorul,
kisebb-nagyobb támogatásokat szívesen fogadok a csatorna további üzemeltetése fenntartásának érdekében. Az adományokat a feltüntetett PayPal e-mail címre tudod küldeni. Nézz szét a csatornámon, remélem te is örömödet fogod lelni benne, és ha tetszett, akkor iratkozz fel. Ha nincs PayPal számlád, vagy esetleg nincsen módod anyagi hozzájárulással támogatni a csatornát, következő módon tudsz még segíteni: megnyitsz tőlem egy lejátszási listát, ahol fel vannak sorolva a videóim, majd 10-15 videón keresztül reklámokat megnyitva, jobb klik, megnyitás új lapon, így PayPal számlán kívül fáradtságmentesen is hozzá tudsz járulni a Shadow Warrior YouTube csatornához.